103 kijelölt gyűjtőhelyre lehet vinni a karácsonyi ünnepek után a fenyőfákat Győrben. A Győrszó ZRT már az ünnepek előtt kijelölte a fenyőgyűjtőpontokat. A lakosok minden városrészben találhatnak a közelükbe eső gyűjtőhelyet. A legtöbb ilyen depó a már évek óta megszokott helyen van, viszont idén új helyszínnel is bővült a gyűjtőhelyek száma. 103 gyűjtőhely található a mostani szezonban a városban. A lakosság igényeket figyelembe véve van egy új helyszín, mégpedig Ménfőcsanakon, 3-as határút 20 házszám melletti zöld területen található. Győrszó ZRT továbbra is kéri az előző évek gyakorlatának megfelelően, hogy a fenyőfákról lehetőség szerint a díszeket, égősorokat, dekorációt mindenki szedje le, ezzel a lakosság nagyban hozzájárul a fenyőfáknak az újrahasznosíthatóságához. A legtöbb kidobott karácsonyfa ilyenkor vízkereszt után kerül az utcára. Az első karácsonyfákat közvetlenül az ünnepek utáni napokban, két ünnep között már kidobják, de ez az összmennyiségnek egy nagyon pici hányada. Ami igazán vízválasztó a vízkereszt, január 6-a, ez ehhez kapcsolódó hétvégén, illetve ehhez közeli napokban érkezik a gyűjtőhelyekre a fáknak mintegy fele, és a maradék fél, másik fele pedig eloszlik január 31-ig, illetve néhány darabbal találkozunk még február hónap elején, február hónap közepén. A családi házas övezetekben és a biohulladék gyűjtővel rendelkező lakások esetén érdemes a fenyőfát díszek nélkül apróra vágva a barna fedeles kukába elhelyezni, vagy beszállítani a hulladékudvarba. Több lehetőség is adódik egyébként a karácsonyfák elhelyezésére a 103 közterületi gyűjtőhely mellett, hiszen ahol van barna fedeles biokuka, ott díszek nélkül apróra összevágva karácsonyfa oda is behelyezhető, és a gyűjtőjárat majd el fogja vinni, hangsúlyozzuk, a kukából és díszek nélkül összevágva, illetve nyitva vannak a győri hulladékudvarok a jogosultság igazolása után, zöld hulladékként oda is elhelyezhető a hulladékudvarokba is a volt karácsonyfa. Az ingyenesen igénybe vehető gyűjtőhelyek január 31-ig használhatóak, a Győrszó ZRT weboldalán városrészekre lebontva is elérhető a gyűjtőhelyek listája.